A tavalyi lisztharmat fertőzés után idén a peronoszpóra jelent meg nagy számban a szőlőkben. A védekezést már májusban el kell kezdeni, hiszen aki nem veszi komolyan a megelőzést, az jelentős károkkal számolhat. A legfőbb fajtánknak sajnos a kadarkának okozott a legnagyobb kárt. Itt pont a virágzáskor, május végén, június elején fürt peronoszpóra volt, ami ellen előtte nem igen védekeztek, mert volt egy kis eső, és akkor hát esőben nem permetezünk. Egyik kollégám, dr. Füzi István szokta mondani, a legfontosabb az, hogy permetezzünk, nem az, hogy milyen időben. Tehát ha permetezünk, ha esik, ha fúj, permetezni kell. Mert ennél a betegségnél van egy úgynevezett inkubációs szakasz, ami körülbelül 10-14 nap, ezért amikor a tünetek megjelennek, akkor már késő. A peronoszpóra fertőzés idejében a lisztharmat elindul, de annak nem volt annyira kedvező az időjárás, ezért a peronoszpóra az nagyon keménye, mondhatjuk azt, hogy az elmúlt években ilyen komoly fertőzés nem volt. Lisztharmat már egy könnyebb, az már egy az, hogy a fertőzés később is indult, viszont veszélyesebb, mert ez már a bogyón jelenik meg. És hát most, hogyha kellőképpen nem védekeznek, akkor sajnos a bogyón egy ilyen lisztes felület, ezért a nevében is benne, hogy lisztharmat, így lehet felismerni. Ilyenkor, ha nem megfelelő a permetezés, akkor tönkre megy, elrothad a termés. Ezért fontos, hogy még most se adjuk fel a növényvédelmi tevékenységeket. Gyakorlatban megtapasztaltam, itt a nagy peronoszpóra vész a lisztharmat, az jelenleg is még nagyon erőködik, de megpróbálom leküzdeni. Elég gyakori fordulókat kellett sajnos csinálni a permetezésben, ilyen hetes fordulókat, ami nem volt az elmúlt években jellemző. És ezen kívül meg tudtam védeni. Gyakori permetezést és nagy odafigyelést igényel ez a fajta munka. Így remélik, hogy viszonylag azért jó termés lesz, mondta Tokai György okleveles borász.